történelem. Schäfer András így kommentálta azt a hírt, hogy Szoboszlai Dominikot leigazolta a Liverpool. Te hogy reagálsz erre a fantasztikus hírre? Igen, igen, láttam. Te is azt mondom, hogy egy fantasztikus történelem, egy fantasztikus hír a magyar labdarúgásnak, hiszen úgy gondolom, hogy a Szoboszlai Dominik nagyon megérdemelte, amilyen úton végig járt azt a ranglétát, és tényleg mindenki nagyon büszke lett rá, hogy ilyen csapat fog játszani, és úgy gondolom, hogy nagy esélye van, hogy a kezdőcsapatban is játszol, hiszen olyan kvalitája van, ami tényleg fantasztikus. Ugye a nemzetközi sajtó is felkapta a hírt, és a Sky Sports például hosszasan taglalta az erényeit, hozzátéve, hogy meghozhatja azt a dinamikát a Liverpoolban, ami hiányzott az előző idényben, és azt is leírták, hogy szerintük készen áll a Premier League-re. Szerinted készen áll? Igen, teljes mértékben. Láthatjuk, hogy a Lipcsébe hogy teljesített, hány gólt rúgott, hány gólpasszt adott, váltottban is nagyon jól ment a játék neki. Úgyhogy teljes mértékben kész áll a Premier League-be, és főleg nagyon sokat profitált be a Liverpool, főleg a pontrugásai révén, hiszen életveszélyesen rúgja be a pontrugásait, nagyon rúg szabadot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus igazolás volt a Liverpoolnak is, meg hát minden játékos, magyar játékos számára, hogy tényleg van esély oda eljutni a magyar játékosnak ilyen szintre is. Jürgen Klopp keze alatt miben fejlődhet még szerinted? Hát úgy gondolom, hogy ugyanabban a filozófiában fogok belecsöppenni, hiszen Salzburgban ezt a pressinges focit játszották, a Lipcsébe is ugyanezt, úgyhogy Liverpool is ugyanezt játsza, úgyhogy szerintem nem kell sok hét a beilleszkedéshez, hanem egyből fel tudja venni azt a ritmust, ami oda kell. Ugye a Liverpool szurkolók kommentjeiből azért kiderült, hogy ők keveset tudnak Szoboszlai Dominikról. Volt, aki azt írta, hogy viszont most elég annyit tudniuk, hogy 22 évesen a magyar válogatott csapatkapitány, és ez nagyon sokat elmond a képességeiről. Mit mond ez el Dominik képességeiről szerinted? Elég megnézni, hogy verni a YouTube-ba a nevét, aztán megnézni, hogy milyen gólokat és milyen gólpasszok adott. Szerintem az a válasz erre a kérdésre. És egyébként ugye a válogatott, mint csapatkapitány, őt hogy látod a válogatottnál? Úgy gondolom, hogy ilyen fiatalon tényleg átvette azt az irányítást, amit Gyugyák Balázs és Szalai Ádám képviselt. Azért mindig kikéri a idősebbnek a véleményét, de utólag hozza meg a döntést. Úgyhogy szerintem hosszú távon megvan a magyar váltan a csapatkapitánya, és ezt nagyon jól kezeli, és a teljesítménye is mutatja, hogy megérdemli ezt a karszalagot. Ugye a válogatott szempontjában gondolom ezzel egyetért, ez nagyon fontos lenne, hogy sokat játszom, te is említetted, hogy szerinted ott lesz. Az elején csereként fogja játszani, vagy hogy látod, bedobják a mély vízbe esetleg? Hát ez jó kérdés. Szerintem, ha egy jó felkészülés fog csinálni, akkor biztosan megvan az esélye, hogy a kezdőcsapatban legyen a helye, hiszen a technikális kvalitása megvan hozzá. De tényleg fontos egy ilyen fiatal játékosnak, hogy folyamatosan játszon hétről hétre, de ahogy lehet látni, hogy van 60-70 meccs egy szezonban, heti 2-3 meccse, úgyhogy biztosan kap lehetőséget a bizonyításra. Váltottatok egyébként egymásra üzenetet, írtál neki a hír után? Hát még nem írtam, mert hiszen gondolom nagyon el van foglalva, több száz üzenetet kaphatott. Ha van egy csoportunk, abban biztos, hogy amikor tényleg nagyon hivatalossá vál, akkor rugatálok neki, hiszen úgy gondolom, hogy így a évek során a jobból lettünk a váltottba, jó társaságot hoztunk össze, úgyhogy tényleg szívből gratulálok neki itt is.